New York és New Yorkiak. Ezzel a címmel nyílt meg Törköly József, a FIAP és Emma Fosz diplomás fotográfus kiállítása a Szegedi József Attila Tanulmányi és Információs Központban az Egyetemi Őszi Kulturális Fesztivál keretein belül. Már másfél éve húzódik körülbelül, ez valamikor az első pandémiás lezárás előtt már terve volt véve, az nem is tudom, egy tavaszi fesztivál volt, úgy emlékszem. Hát azóta tolódott mindig, és akkor most ajánlotta fel az egyetem kulturális irodája a lehetőséget, hogy akkor most létrejöhet végre ez a kiállítás. New York szerelmemnek a visszatükröződése. Nagyon elfogult vagyok ezzel a várossal, és nem tudom megunni. Ha még lehetőségem lenne 50-szer kiutazni, akkor élnék vele. A kiállítás dr. Szabados László biológus, tudományos tanácsadó nyitotta meg, valamint köszöntőt mondott dr. Karancsi Zoltán geográfus, egyetemi docens. A hangulatot Nikman Marcel gitárjátéka alapozta meg. A koncepció az volt, hogy a fekete-fehér régi képekkel megpróbáltam a városnak a kortalan arcát megmutatni. Persze, aki kicsit ismeri a várost, az felfedezi az új épületeket is, de próbáltam olyan nézőpontból olyan képeket összeválogatni ide, amik talán 30 évvel ezelőtt is, vagy 50 évvel ezelőtt is ugyanígy néztek volna ki, és akkor ezzel szembe a színes képeken a New York-i embereknek a sokszínűsége, a tarkasága, a lüktető városnak az érzését megmutatni. Törköly József összesen 4 alkalommal látogatott el eddig az amerikai városba, mely mindig új impulzusokat közvetített felé. 1986-ban jártam ott először, összesen 40 dollárra zsebembe, és délután 3-kor leszállt a gép, 5-re beértem a busszal, éjfélig ott voltam, aztán visszamentem a repülőtérre, ahol összetolt székeken aludtam egész éjszaka. De hát akkor még az a New York más New York volt. A 42. utca, ami most elegáns és szép, akkor striptease bárokkal, pornomozikkal, meg strihelő hölgyekkel volt tele. Kábítószert árultak minden sarkon, és azóta ez megszűnt. Egész más New Yorkba látogathatunk most már el. A hivatásos fotográfus a kiállításon megtekinthető fényképeit egyetlen kamerával rögzítette, melyhez logikus magyarázat tartozik. Sony A7-es kamerával és egy 24-240-es utazózummal, mert utálok optikákat cserélni. Tapasztalat, hogy vittem a Canon gépet 3-4 optikával, de amikor az ember fáradt, és gyorsan optikát kéne cserélni, akkor inkább hagyja már az egészet veszni, mert már nincs rá energiám. Viszont így egy ilyen optikával egy városképre egy pillanat alatt egy érdekes arc fölbukkan, akkor egy portréra át tudok váltani, és nem kell az időt vesztegetnem vele. Manapság már bárki tud készíteni fényképeket a telefonja segítségével. De hogy mitől lesz egy fénykép igazán jó? A válasz nem az eszközökben, hanem az azt használó személy látásmódjában keresendő. Nyilvánvaló, hogy a drága, jó technika szélesebb lehetőségek között teszi lehetővé a fényképezést, míg minél egyszerűbb technika, annál inkább alá vagyunk vetve a körülményeknek, de elsősorban szerintem az határozza meg a születendő képet, hogy kiáll a kamera mögött. Kiállított fényképek tökéletesen átadják a Kurt Vonnegut amerikai regényíró által felhőkarcoló nemzeti parknak nevezett város hangulatát. A látogatók október 30-áig tekinthetik meg, és egyben repülhetnek el New Yorkba Törköly József képein keresztül.